Rendkívüli ülés, a színházigazgatói pályázat volt a közgyűlés témája. Jordán Tamás megbízatását egy évvel meghosszabbították. Láthatóbban. Javítottak a zebrák megvilágításán a 11-es Huszárúton. Ez biztosíthatja, hogy az autósok időben észrevegyék az áthaladókat. Városrehabilitáció. Az újabb ütemben bérlakások és utcák újulnak meg. Felújítják a szalézi templom lépcsőjét és az evangélikus kápolnát. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A következő színházi évad előkészítése minden év februárjában kezdődik. Ez is szerepet játszott a rendkívüli közgyűlés összehívásában, amelynek kiemelt témája a Vörös Sándor Színház ügyvezetői álláshelyének betöltése volt. A közgyűlés először a Kneipp módszer óvodai alkalmazásának kiterjesztéséről tárgyalt. A Kőrösi, a Donászi és a Vörös Sándor óvodában 2016 óta foglalkoznak ezekkel az egészségmegőrző kezelésekkel. Egy Európai Uniós pályázat révén most lehetőség van arra, hogy a többi szombathelyi óvodában is bevezessék a módszert. A Német Kneipp Szövetség egy egységes európai óvodai nevelési program kidolgozását tűzte ki célul. Ehhez a közös pályázat révén csatlakozhatnak a szombathelyi óvodák is. A közgyűlés tagjai egyhangúan döntöttek arról, hogy a város biztosítja a szükséges pályázati önrészt. A Vörös Sándor Színház ügyvezetői álláshelyére január 9-én meghirdetett pályázati eljárás eredménytelenül zárult. A rendkívüli közgyűlés következő napirendjén az igazgató kinevezését tárgyalták a képviselők. Ipkovics György reményét fejezte ki, hogy a színház ügyében konszenzus alakul ki a képviselőtestületben. Kocka Tibor viszont aggáját fejezte ki az új pályázattal kapcsolatban, mert szerint, ha egy évre meghosszabbítják Jordán Tamás kinevezését, a jelenlegi pályázati kiírásban 2 év és 4 hónapra választanak új igazgatót, ami túl rövid idő ahhoz, hogy bárki megfontolja a pályázat beadását. Rettegi Attila emlékeztetett, hogy az előző sikertelen pályázat esetében nem Jordán Tamás személyét kifogásolta a pályázatot elbíráló szakmai bizottság, hanem az eljárás szabálytalanságai miatt jelezték az új pályázat szükséges. Jordán Tamás szót kért és elmondta, hogy az elmúlt időszak nehézségeit próbáltam méltósággal viselni, de a közgyűlésen elhangzott, személyére vonatkozó megjegyzéseket etikátlannak tartja. A közgyűlés végül 18 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett határozott arról, hogy Jordán Tamás ügyvezetői megbízását 2018. szeptember 30-áig meghosszabbítja. Ugyanakkor döntöttek az új igazgatói pályázatról is. A korábbi kiíráshoz képest az új pályázat 3 évre, 2021. januárjáig szól. 3 gyalogátkelő hely vált biztonságosabbá a 11-es Huszárúton. Az önkormányzat és a Magyar Közút ZRT közös beruházásával 2 zebránál lett erősebb a megvilágítás, egy másiknál pedig ledes kereszttáblákat szereltek fel. Szombathely egyik legforgalmasabb útja a 11-es Huszárút. Gyalogosan még a kijelölt zebrákon is fokozottan kell figyelni az áthaladásnál. Leginkább szürkületben vagy sötétben nagy a veszély. A balesetek harmada gyalogátkelő helyen történik. Ezen a szakaszon 3 zebra van. Az elmúlt 5 évben 10 gyalogos csodortak vagy ütöttek el itt. A mostani fejlesztés elsődleges célja, hogy az autósok időben észrevehessék a zebrán áthaladókat, mondta Illés Károly alpolgármester. A Bezeredi utcai átkelőnél nincs megfelelő világítás, ezért ott ledes kereszttáblát helyeztek el, ami napi 24 órában jelez az autósoknak. A másik 2 zebra mellett rendeltetésszerűen működött a világítás, de a túl magasan elhelyezkedő lámpa nem adott elég erős fényt. Ezért az oszlopokra 5 méteres magasságban másik világítótestet is felszereltek, ismertette Puskás Tivadar polgármester. A Huszárúti zebrákon való áthaladás biztonságosabb betételére az önkormányzat és a Magyar Közút ZRT 2,6 millió forintot fordított, mondta el Horváth László, a Közút megyei igazgatója. Mentőcsónak, vitorlák, evezők, kormánykerék és halászháló. Ez mind a szombathelyi Mesevár óvoda matróz csoportjának berendezéséhez tartozik mostantól. Szülők, képviselők és óvónők összefogásával igazi mesebirodalommá varázsoltak egy szobát, amiért a gyerekek tengerészműsorral mondtak köszönetet. Köszönöm.
Így takarították fel a kismatrózok a képzeletbeli hajófedélzetet a Mesevár óvodában. A csoportszoba avatón a gyerekek tengerészműsorral köszöntötték a vendégeket. Ez itt tenger, ez itt hajó, ez itt államnak felénk futó. Széles összefogás eredménye volt a mostani felújítás. Szülők, barátok, szponzorok, valamint Balassa Péter és Ipkovics György képviselői kerete kellett ahhoz, hogy egy korábban megkezdett épületrekonstrukció most kicsiben folytatódjon. 2014-ben a városfejlesztési IVS 3 névre hallgató városfejlesztési terv keretében nagymértékű beruházás történt itt az óvodában, bővítés, fejlesztés, aminek következtében a csoportszobából nyílóan kialakítottak nálunk egy mosdóhelyiséget. Ennek a stílusa, az interjő inspirált engem arra, hogy hozzáigazítsam a csoportnak a stílusát. Rengeteg álmodozás, tervezgetés, böngészés előzte meg, mire kialakult a végleges stílus. A játékteret egy galériával növelték meg. Erre egy lépcsőn lehet fel és lejutni, ami a hajószintek közötti közlekedést idézi. Az ablakok alatt egy hempergőt alakítottak ki, ahol az eltérő igényű óvodások pihenhetnek napközben. Egy élménykonyha is helyet kapott a szobában, ez az életre nevelésben lesz az óvónők segítségére. Emellett a bútorok, a textíliák és a kiegészítők is matrózbirodalom hatását keltik. S hogy mi a kicsik kedvence? Galéria, a játékok, meg még sok más. A Zovi most sokkal jobb, mert Matthews szopolt a neve. A fejlesztések nem értek véget, a város többi óvodájában is lesznek még kisebb-nagyobb beruházások. Az elmúlt két esztendőben több 100 millió forintból újultak meg óvodáink, így a Szombathelyi Mesevár óvoda is, és a következő egy-másfél évben még 1 milliárd forintos fejlesztés lesz az óvodáinkon. A felnőttek a matrózkötél átvágásával, a gyerekek pedig a csokival teli pezsgős üveg meglendítésével avatták fel az új berendezést. Folytatódik a belváros déli részének megújítása. Bérlakások, közterek, közparkok, egyházi intézmények újulnak meg. Az építkezések mellett közösségi programok szervezését is tartalmazza a szociális célú városrehabilitáció második üteme. Egy előző pályázat eredményeként megszépült az evangélikus templom. Az Operint utca végén körforgalmat alakítottak ki, illetve felújították a közeli 50 lakásos társasházat. Ennek folytatása a szociális városrehabilitáció második üteme. Újabb fejlesztéseket tartalmaz. Mintegy 500 millió forintból megújulnak közterek, megújulnak lakások, megújulnak egyházi közösségi intézmények, szóval olyan infrastruktúrális beruházások, amelyek egy hát bizony hosszú évtizedek óta elhanyagolt, ám igen fontos városrész képét meghatározzák. Az önkormányzat a pályázatból többek közt 25 szociális bérlakás energiahatékonyságának javítását, komfortosítását tervezi. Ezen kívül lesz a városrész utcáinak felújítása, ezek közül a Szigligeti utca felújítása talán a legjelentősebb. Ez összességében mintegy 350 millió forintot jelent. A pályázat része a Szalézi templom lépcsőjének felújítása, illetve akadálymentesítése. Továbbá az evangélikus egyházközség kápolnájának közösségi célú felújítása. Gyülekezeti termünket, vagy közösségi termünket, ami régen színházterem volt. Gyakorlatilag ezt szeretnénk most megújítani ebben a pályázatban, hisz itt nagyon sokféle program zajlik. Minden, ami a hagyományos istentiszteleti és szakrális cselekményeken kívül, tehát kis csoportok, hittanórák, ifjúsági óra, az iskola, tánccsoport, tenszingcsoport, zenecsoport, énekkar, minden gyakorlatilag itt zajlik. A kápolnában nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas termet alakítanak ki, nyilászárókat cserélnek, teljesen új parkettázatot alakítanak ki, felújítják a tetőt, valamint korszerűsítik az elavult világítástechnikai rendszert. 60 éve halt meg gróf Eszterházy János mártír politikus, a szlovákiai magyarság védelmezője, akiről évtizedekig beszélni sem lehetett. Bár rehabilitációja máig késik, emlékét történész és politikus körökben méltóképpen őrzik. A hétvégén konferenciát tartottak a tisztelői.
A felvidéki magyarság emblematikus személyiségére, gróf Eszterházy János mártír politikusra emlékeztek halálának 60. évfordulóján történészek, tanárok, politikusok a megyeházán. Az a kor, amelyben ő élt, és amelyben őt hát erkölcsileg is megpróbálták tönkretenni, de csak fizikailag sikerült, az most már több mint két ember öltönyi távolságra van tőlünk, és évtizedeken keresztül nem szabad volt róla beszélni. Tehát a ma emberének, még azok számára is, akik akkor már felnőttek voltak, Eszterházy János élete, munkássága és erkölcsi üzenete az tulajdonképpen a ködbe veszett. Éppen ezért fontos most az emlékezés, hangsúlyozták az előadók. Gróf Eszterházy János olyan főnemesi családból származott, amely a trianoni szerződéssel birtokainak zömét elveszítette. A csehszlovák parlamentben a magyarokat képviselte, üldöztetésüket szóvá tette, érdekeiket védelmezte, kisebbségi jogaik betartását követelte. A háború után megjárta a gulágot, a csehszlovák börtönök jó részét, ezek egyikében halt meg 1957-ben. Egy ilyen széthulló félben lévő világban Eszterházy erkölcsi tartása az, amit elsősorban fel kell és fel szabad mutatni. Két adósságunk van vele kapcsolatban. Az egyik a rehabilitációjának a befejezése. Nincs még egy ilyen politikus vagy közéleti személyiség, aki hivatalosan háborús bűnös, és már több mint 15 mellszobra emlékhelye van Szlovákiában is. Tehát ez egy anomália, a szlovákiai magyar közösség, a felvidéki magyar közösség már rehabilitálta őt, de az államnak is meg kellene tenni ezt a lépést. A másik adósság Eszterházy utolsó akaratának teljesítése. Minden jel arra mutat, hogy még idén sikerül a hambak hazaszállítása Csehországból, és a mártír politikust kívánsága szerint Nyitra melletti szülőfalujában helyezik örök nyugalomra. Összesen 6 érmet nyert a magyar kötöttfogású birkózó válogatott a Szombathelyen rendezett nemzetközi versenyen. Lőrinc Tamásék 4 súlycsoportban az első, míg 2-ben a harmadik helyen zártak. 15. alkalommal rendezték meg Szombathelyen a kötöttfogású birkózó magyar nagydíjat, ami Poyánk Imre emlékverseny is egyben. A nemzetközi viadal nyitóünnepségén több jelentős elismerést is kiosztottak a Honi Szövetség előjárói. Többek között Hende Csaba, Puskás Tivadar és Kocka Tibor is ajándékot vehetett át. Szombathely számára az, hogy immáron 15. alkalommal rendezheti meg a magyar nagydíjat, ez mindenképpen értéket jelent. Értéket jelent, hiszen ebben a városban ilyenkor a birkózó sport színejava megjelenik. A viadalon a magyar birkózók összesen 6-szor állhattak a dobogóra. A sort a 75 kg-os súlycsoportban versenyző Lőrinc Tamás nyitotta, akinek ez volt a 6. bajnoki címe a szombathelyi versenyek történetében. Rajta kívül Lőrinc Viktor, Korpási Bálint és Bácsi Péter gyűjtött be egy-egy első, míg Kis Balázs, valamint Lán Bálint egy-egy harmadik helyezést. Ez az év első komoly nagy nemzetközi versenye, úgyhogy mindig itt tudjuk felmérni igazából, hogy milyen állapotban vagyunk, és hát én, amint a szám is mutatja, nagyon szeretek itt versenyezni. Nagyon szép a terem, nagyon jó meg van rendezve mindig ez a magyar nagydíj, és általában sok néző is van, hát sajnos most egy kicsit kevesebb, mint ahogy megszokhattuk, de mindig nagy öröm Szombathelyen szőnyegre lépni és főleg nyerni. A magyar nagydíjon összesen közel 20 ország, több mint 120 versenyzője lépett szőnyegre. A kedden kezdődő 6 napos U23-as Európa-bajnokságon a nevezések alapján jóval többen indulnak majd. Remélhetőleg ennek megfelelően a magyar érmek száma is nagyobb lesz majd. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!